retain a slope of probably 70 degrees. 1969. július 20-án Neil Armstrong és Edwin Aldrin amerikai űrhajósok sikeresen holdra szálltak. Ezzel teljesítették az emberiség régi nagy álmát. A történelmi pillanatra Farkas Bertalan, első magyar űrhajós is pontosan emlékszik. 69-ben, amikor a holdra szállás volt, együtt a főiskolásokkal, a műszakiakkal, én csapattársaimmal, hát ültünk a fekete-fehér televízió előtt, és hát szinte hihetetlen volt, az adás természetesen nem olyan volt, mint amihez ma önök hozzászoktak. Kellemes képernyő, hát akkor nem. Nagyon-nagyon bele kellett gondolni, hogy vajon ott igazából mit csinálnak. De láttuk, nem volt ez titkos, hát az emberiség történetében volt néhány a múlt évszázadban olyan pillanat, amire hihetetlen büszkének kellett, hogy legyünk. Űrkutatás szempontjából a Hold az elmúlt években ismét középpontba került, ami később összekapcsolható majd a Mars programmal. Nagyon komolyan a Hold újból napirendre került. Én is ahhoz a csapathoz tartozom, űrhősök között, akik azt mondják és azt hallják, hogy igen, először a Holdon, Holdat kell becélozni, a Holdon kell életfeltételeket biztosítani az űrhajósoknak, munkafeltételeket. És ha ez megvan, akkor ez lehet egy nagyszerű platform ahhoz, hogy utána később majd a Marsra repülhessenek. Ezelőtt 20-25 évvel az amerikaiak már becélozták a Holdat, a Marsot, elnézést, Marsra akartak menni, de most történt egy olyan változás, hogy Trump elnök is úgy döntött, hogy először a Hold, és akkor ott megteremtve a feltételeket, menjenek tovább a űrhajósok a Mars felé. Igen, ez egy teljesen normális hozzáállás. Eljutni egyből a Marsra, ami nagyon messze van, hát a Hold azért közel van, 350 ezer kilométer. Azt jelenti, hogy ha bármi probléma lenne, esetleg akkor meg tudják védeni az űrhajósokat, vissza tudják hozni. Gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog. A jövőben a Hold felderítésében és egy esetleges Hold felszíni állomást létrehozásában nem csak az Egyesült Államok, hanem Kína is komoly szerepet vállalhat. Az ázsiai ország űrkutatásának eredményességét jól bizonyítja, hogy az év elején a Hold nem látható oldalára sikeresen juttattak űrszondát.